A Fehérvári Kézművesek Egyesülete is csatlakozott az Európai Művészet és Kézművesség Napja, Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 11. országos hétvégéjéhez. A nemzetközi és országos rendezvényhez kapcsolódva az Egyesület a Rácz utcában szombaton a Kézművesek Házában gyöngy, csipkeverő és üvegékszer olvasztó műhely foglalkozásokkal várta az alkotóházba betérő látogatókat. Alkotóházunk, az Egyesületünk bekapcsolódik ebbe az országos napra, amikor az alkotóházak kinyílnak, úgy tudom 48-50 alkotóháza az országban bejelentkezett erre a programra. Itt nálunk, mi amit vállaltunk, az az, hogy a szakköreink mutatkoznak be, a csipkeverő szakkör, a gyöngyfűző szakkör és az üvegékszerkészítő szakkör. A kézműves foglalkozások népszerűségét jelzi, hogy egyre többen foglalkoznak szabadidejükben az ősi mesterségekkel. Nagyon sokan tagunk is vannak így, akik bekapcsolódtak egy-egy programba érdekességképpen, hogy mihez eljöttek, megnézték, és itt maradtak. Mint például nekem ma a napom úgy kezdődött, hogy felhívott egy idős hölgy Fehérváról, hogy nagyon sok kézi munkafonala van, hímzőfonala. Nem szeretnék kidobni, odaadja. Úgyhogy most reggel arra jöttem kocsival, elhoztam a hölgytől, mondta, hogy ő figyelemmel kíséri az egyesületünket, és látja, hogy jó helyre adta akkor a fonalat. A következő programra április 27-én kerül sor. A Textil udvar textilkert találkozón a hagyományokhoz hűen neves kézműves mesterek avatják be az egyre népszerűbb népi mesterségek titkaiba a látogatókat.